Hát szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Remélem megengeditek, hogy tegeződjünk. Először is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ilyen sok számban jelen vagytok a sajtótájékoztatónkon, hiszen ugye mai megjelenésünknek az apropója a Magyar Elektromobilitás Egyesület megalapításának bejelentése, illetve az első klubtalálkozónk. Úgyhogy elsősorban szeretnénk köszönteni a sajtó megjelent képviselőit itt a helyszínen, illetve akár online. Másodszorban a tagjainkat, az újonnan csatlakozott tagjainkat, az alapító tagjainkat, és nem utolsó sorban a Grupama tampájának a képviselőit. Szint választottuk, azért, mert ezt kaptuk, nem, azért választottuk ezt a helyszínt, mert a Grupama tampája, ugye nagyon jól tudják az évek óta villanyautózók, hogy a tampája elkötelezett az elektromobilitás irányában, hiszen az első villámtöltők egyikét például itt telepítették, ezzel nagyon megsegítették a továbbhaladást keleti irányba és onnan visszafelé. Ezen kívül, ugye, ha már elektromobilitás, bármilyen járművel való közlekedés, ugye a biztonság nagyon-nagyon fontos, ők pedig nagyon nagy hangsúlyt fejeznek a biztonságtechnikára, EKR tréningeket is tartanak itt a tampáján. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok szálon tudunk összefonódni, és bízom benne, hogy az ő céljaik és a mi céljaink is valahol a jövőben tudnak találkozni. Mik is a céljaink, ha már a célokat emlegettem? Ahhoz, hogy a céljainkat megismerhessük és megértsétek, én úgy gondolom, hogy érdemes lenne először az alapítás körülményeiről, illetve magukról, az alapító tagokról pár szót mondani. Szerintem úgy sokkal egyszerűbb, hogyha tudjátok, hogy kik vagyunk, és miért, és hogyan is alapultunk. Ugye azt tudjuk, hogy a villanyautós közösségben nagyon-nagyon sok tapasztalt felhasználó van, akik nagyon szívesen megosztják a tapasztalataikat másokkal, a tudásukat. Ezt ugye a villanyautós közösségben tapasztaljuk régóta. De nem csak a tudást osztjuk meg egymással, hanem a problémákra is rálátunk, és úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban is egyre erőteljesebb lett a hangja azoknak, akik jogosan, ha nem is követelték, de emlegették, hogy jó lenne, hogyha egy olyan szervezet létrejönne, ami akár az érdekeinket is tudja képviselni, akár segít, támogató közösséget nyújt a villanyautózásban, elektromobilitásban résztvevőknek. Úgyhogy miután mi is úgy gondoltuk, a közösség is úgy gondolta, hogy szükséges egy ilyen támogató közösség, elkezdtünk szervezkedni. Nem most már egy jó ideje, ugye azt azért mindenki tudja, hogy nem egyszerű egy újonnan működő szervezetet létrehozni, működtetni. Ráadásul ugye az alapító tagok mindegyikének megvan a saját élete, mindenkinek megvan a megélhetési munkája, tehát ezt mi önkéntes alapon tesszük, és ami nagyon fontos, senki nem kap ezért fizetést, úgyhogy tényleg mindenki a szabad idejéből, az elhivatottsága miatt szán ennyi időt erre az egészre. Úgyhogy én nagyon szeretném megköszönni mind a 14 alapító tagtársamnak, hogy lehetőségeikhez, idejükhöz mérten beleteszik ezt a rengeteg munkát ebbe az egyesületbe, úgyhogy köszönöm ezt nekik. Ugye ráadásul ezt az egyesületet, amit működtetünk, egyre többen vagyunk benne, folyamatosan csatlakoznak hozzá a tagjaink, akiket ugye jelenleg első körben mi hívunk meg alapító tagok. Ez is a rövid távú céljainknak az egyike. Tehát, ha már a céljainkról szerettem volna pár szót mondani, akkor a rövid távú céljaink elsősorban az lenne, hogy egy minél nagyobb tagságot tudjunk felépíteni, hiszen akkor tudnak minket komolyabban és egyre komolyabban venni, hogyha nagy taglétszám áll mögöttünk, én úgy gondolom. Itt azért szerencsére az online felületeken elég nagy közösség az, aminek a tagjai vagyunk. Én úgy gondolom, és bízom benne, remélem, hogy sokan csatlakozni fognak hozzánk, hinni fognak bennünk, megtisztelnek a bizalmukkal, és egyre nagyobb taglétszámot össze tudunk hozni. De hogy ki is csatlakozhat? Alapvetően a mi egyesületünk annyiban azért különbözik egyéb más szervezetektől, mert itt magánszemélyeket fog össze. Úgy kell elképzelni, mint egy bármilyen más egyesületet. Tagjai vannak, mindenkinek vannak kötelessége, jogai.
az alapító tagoknak egy picivel több kötelesség jut a feladatok elvégzése miatt, viszont mindenki egyenlő, tehát tényleg mint egy teljesen átlagos egyesület, magánszemélyek tudnak csatlakozni, tehát pont ez a fontos, hogy nem cégeket, nem vállalkozásokat fogunk össze, hanem magánszemélyeket, hiszen az ő érdekeiket is szeretnénk képviselni. Nyilván nem lehet külön választani az emberek magánéletét és a szakmai életét, tehát fogunk találkozni olyan emberekkel, akik kötődnek az elektromobilitáshoz, hiszen az alapító tagjaink között is vannak olyanok, akik akár már másfél évtizede benne vannak az elektromobilitásban, úgyhogy tényleg bízom benne, hogy sok-sok segítő tapasztalatot át tudunk adni. A rövid távú céljaink között szerepel, hogy jövő évre vonatkozólag felépítsük azt a rendezvénysorozatot, ahol ugye koncentráltabb, egységes formában próbálnánk az emberek felé az elektromobilitást minél szélesebb körben terjeszteni, a környezettudatosságra felhívni a figyelmet, úgyhogy jövőre nagyszabású terveink vannak rendezvények tekintetében, ezeknek a lebonyolítása már elkezdődött, illetve ezután is folyamatban lesz. Ami még a rövid távú céljaink egyike, az a kapcsolatfelvétel az illetékes szervezetekkel, hiszen ugye csak akkor tudunk elérni bármit is, hogyha a társszervezetekkel kapcsolatban vagyunk, döntéshozókhoz is eljutunk, úgyhogy ezt is elkezdtük már szerintem az elnökség tagjaival, úgyhogy köszönöm nekik ebben a sok-sok munkát, amit beletettek. A rövid távú céljaink mellett természetesen hosszú távú céljaink is vannak. Elsősorban ugye összekötő híd szeretnénk lenni itt az edukációs folyamatban. Ugye nagyon fontos, hogy mindenki megismerje és releváns tapasztalatokkal, információkkal rendelkezzen. Ugye a régóta elektromos autókat használók egészen jól tudják, hogy mennyi tévhit él az emberekben, és úgy gondolom, hogy ezt azért annyira nem olyan nehéz ledönteni ezeket a tévhiteket, viszont egy felületet kell neki adni, ahol mindenkinek el lehet mondani, hogy miről is szól ez az egész. Ezáltal ugye az elektromobilitást szeretnénk, az elektromobilitás terjedését szeretnénk segíteni, informálással, támogatással együtt, a szemléletformálás, környezettudatosság, ezt is említettem, ugye készítettünk is egy ilyen kis egyoldalas kis tájékoztatót, amit itt a agymosásom után bárki nyugodtan vihet magával, illetve a sajtóközleményből is nyugodtan bárki hazavihet belőle. Nyilván szeretnénk együttműködni a hazai szervezetekkel, de nem csak a hazaiakkal, hanem a nemzetközi szervezetekkel is. Úgy gondolom, hogy ott is jó irányba indultunk el, vannak olyan kapcsolatok, ahol a környező országok, illetve a távolabbi országok hasonló szervezeteivel felvegyük a kapcsolatot, és tudjuk egymást segíteni, nem csak ők minket, hanem mi őket is, mint ahogy ez már meg is történt pár vonalon. Illetve hát ugye, ami nagyon-nagyon fontos, és ez látszódik, és óriási nagy probléma, hogy a jogalkotás területén is rengeteg probléma. Naphosszig lehetne sorolni a problémákat, igazából ezzel azért elég jól tisztában vagyunk, hogy nagyon sok helyen szervezetlen ez az egész, és leginkább a jogalkotó munka az, ami talán nem jól van kialakítva, vagy nem hallgatják meg a felhasználókat, akik ténylegesen a problémákról tudnak beszélni. Bízunk benne, hogy tudunk egy összekötő híd itt is lenni. Úgyhogy a céljaink megvannak, a feladatok előttünk állnak. Én nagyon remélem, hogy sokan mögénk állnak, segítséget kapunk, mert közösen együtt tudunk menni a célért, és egy olyan célért, ami igazából én úgy gondolom, hogy mindenki magáévá tud tenni. Úgyhogy nem tudom, várjuk sok szeretettel, aki szeretne csatlakozni hozzánk. És esetleg bárkinek bármilyen kérdése van, akkor azt vagy most tegye fel, vagy soha. Most válaszolunk, később nem. Jó, hát akkor. Igen, ugye még szeretném Pesti Tibor urat felkérni arra, hogy egy pár szót itt szóljon ő is utánam, hiszen ugye nem csak elméletben szeretnénk mi az elektromobilitásban részt venni, autóval, motorral, egykerekűkkel, hajóval, repülővel, bármivel, amit elektromosság hajt,
hanem egy kis aktivitásra is szeretnénk itt mindenkit felkérni. Úgyhogy Tibor, kérlek egy pár szóban mondd el, hogy mi az, ami vár ránk, és mi az, amit tudnunk el. Hát köszöntelek benneteket, és egyetek, amit tegeződjünk, akkor folytatva a gondolatmenetet. Ugye, ha hallottuk, Pesti Tibor vagyok, tanpáját egyik, hát nem azt mondom, hogy alapított a régi motorja, és így a régi darabja. Róla annyit kell tudni, hogy 25 éve fogtatok, és ennek mindenféle változatát figyelembe lehet venni a repülőtől a hajóig, ugye a repülőmérnök az eredeti szakmám, de ezt nem is azért mondtam el, hanem ugye a műszaki vonatkozása annak a technológiának, ami most az autóitokban van, az, amit nagyon sokan nem ismernek. És ugye innentől kezdve viszont a technológiát meg kell, hogy ismertessük, mert csak akkor tudja kihozni magából azt a bizonyos lehetőséget, amennyiben megismertetjük az egyszerű felhasználóval, és ebben óriási hiányosság van, mert ugye csak így a egyébkénti fórumokon, illetve a közösségeken keresztül tudunk egymáson információt cserélni, de maguk a gyártók ettől még egy picit messze vannak. Sőt, igazából nekik lenne feladatuk ezt megtenni, amit ugye természetesen valamilyen szinten megtesznek, de a legtöbben csak azt gondolják, hogy elektromos autó, beülök, mint egy normális autóba, és megyek vele. Hát sajnos ez nem teljesen így van, ezt azért hétköznapokban látjuk, hogy mekkora hiányosságok vannak, nem csak a képzésben, hanem az autó vezetésében, általában a képzésben, tehát a jogosítványszerzés folyamatában is. Nyilván ez a fórum most nem ennek fog lehetőséget adni, hanem úgy készültem, hogy egy olyan lehetőséget biztosítunk, ami egy bárki számára végrehajtható feladat, és az egyébkénti programjainkban egyébként szerepel is, egy pici csavarral. Mégpedig oly módon fogjuk ezt megtenni, hogy aki ezt igénybe kívánja venni, az ad nekem egy telefonszámot, amelyben ugye az a lényeg, hogy azt én fölhívom majd, miközben vezet. És egy szalom feladatot fogunk végrehajtani, amelynek a lényege, hogy szalomozunk, és ugye a szalom feladat során megmondom, hogy merre kell menni, és ugye az első körben minden további nélkül elektromos autóval, vagy akár magánautóval, de általában alapvetően elektromos autóval készültünk, és elektromos autóval végig megy ezen. Ennek meg lesznek majd a kis trükkjei. Majd miután végig csinálta a kört, akkor pedig ugyanúgy visszaáll egy pozícióba, és én felhívom telefonon. Innentől kezdve kezd érdekessé válni a dolog, hogy ugyanazt a feladatot telefonálás közben fogjuk végrehajtani, miközben én interjút készítek a felhívővel. Ez azért érdekes, mert nagyon sokan nem tudjuk, hogy mennyi változást jelent a mobiltelefonálás az autózás során, és ez a kis apró teszt, ez nagyon szépen megmutatja, hogy mennyi mindent nem tudunk. Egy egyszerű példa, amikor a telefonálás közben vezetünk, és mondjuk teljesen szabályosan, tehát nem a kereszt szabályoknak ellenmondóan, hanem teljesen szabályosan, bizonyosan tudok mutatni legalább 40 embert, aki került abba a helyzetbe, hogy itt kellett volna lefordulni. Na hát ugye ez az a szituáció, amit a telefon okoz, tehát ugye a reakció időnket durván megváltoztatja, és sajnos ezzel nem foglalkozunk. És ez a kis szösszenet, amit most itt összeállítottunk, ez kb. Ezt fogja bemutatni nekünk, hogy simán végig megyünk az első körben, majdnem simán, mert ez egy pici nehezítés azért lesz benne a csúszós részen, majd ezt követően, miközben gondolkodnom is kell a kérdésre a válaszokon, onnantól kezdve, hogy jól is válaszolja, és még pontosan is, hogy és a feladatos teljesüljön, ez nem mindig fog menni. Jó, úgyhogy ez az egyik feladat, amit csinálunk, és nyilván attól függően, hogy hány résztvevő lesz, és mennyi időt vesz az igénybe, a rendelkezésre álló időkereten belül még esetleg arra is lehetőség van, de ez nyilván csak akkor igaz, hogy a B-terv, amennyiben ugye kevés lesz a jelentkező, akkor egy másik feladat is van, ez legyen titok, hogy mi lesz a második feladat, de nyilván aki járt már itt, az tudja, hogy miről beszélek, amikor ezt mutatom. Jó? Tehát ugye a lényeg az, hogy a feladat része egy olyan mozdulatsor, aminek nem lehet ellenállni, főleg nem az autóknak. És akkor jön ez. Jó? Tehát a lényege a feladatnak ez, legyen ennyi elég inteket csinálónak, és a többit pedig, hogyha gondoljátok, akkor odakint, és egy fontos tétel van, hogy aki vezetni fog, az viszont lent az aulában kitölt egy pályahasználat feltételei című papírt, ami ugye az nyilván alapfeltétel annak, hogy a szabályokat magáévá teszi a gépkocsi vezető, és utána pedig ugye a kint rendelkezésre bocsátott autókkal akár végig lehet menni ezen a pályán. Jó? Van-e valakinek valami kérdése? Nem kell megijedni tőle, mert olyan feladat, amit a hétköznapokban is nyilván nem így, de csinálunk, de ettől függetlenül semmi olyat nem kérünk, amit egyébként a hétköznapokban hasonló szituációban ne kellene megtenni akár egy vészhelyzetben, vagy csak simán egy olyan építési területen, ahol mondjuk ugye kerülgetni kell másokat, mert azért lássuk, hogy most elég sűrűn találkozunk ilyen helyekkel, ahol így kacsázni kell, mert ki kell kerülni ezt és azt, és akkor még a kártyús időszakról nem is beszélünk. Jó? Tehát akkor kérdések? Saját autóval is lehet menni, vagy csak a tiédnek? Jéjtek, nem lehet.
Sőt, hétköznapokban azt szoktuk mondani, hogy az a jó, ha valaki a saját kocsijával csinálja a gyakorlatokat, hiszen azt kell megtanulja, annak a reakcióját, annak a tulajdonságait. Itt az elektromos autó egyrészt ugye a bejelentés kapcsán kapott lehetőséget, illetve a másik, hogy az elektromos autóban van egy nehezítő tényező, nem is egy igazából, több is, de ugye ebből a két legfontosabb, az egyik az autó súlya, ami komoly nehezítő tényezőként szerepel, a másik pedig az istentelen nyomaték, ami ugye rendelkezésre áll rögtön az elején. Na most, ha ezt a kettőt nem kötjük össze jól, akkor abból szokott lenni a probléma, főleg csúszós körülmények között, és mindezt úgy, hogy egy előre megtervezett pályán kell végigmenni. Tolatni nem kell közben. Tehát azt én már leteszteltem, hogy mely az a sebesség, amivel még meg lehet csinálni járigumikkal, bár láttam, hogy már sumákolt valaki, mert már van rajta egy négyészakos, illetve van olyan, amelyiken már másfajta is, de a lényeg, hogy akkor sem lesz könnyebb a helyzet. Más kérdés? Ha nincs, akkor én megköszönöm a figyelmet, és akkor aki vezetni akar, az nyilván ott lehet, ahol töltjük a papírt, ott kapok majd egy telefonszámot egy névvel, és akkor azt a telefonszámot én felhívom, és akkor a további értet pedig majd. Jó, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Akkor szerintem indulhatunk is lefelé, közben még a büfében pár falattal, kis innivalóval várunk mindenkit sok szeretettel, illetve nyilván amíg a pályára várakozunk, addig ugyanúgy. Még ugye a pálya a fotózás miatt még nem áll készen, tehát amint ide lemegyünk, akkor még az autókkal majd félreállunk, illetve ami majd részt vesz a feladatokban, azokat az autókat majd be kell állítani, de egyre fontos, hogy ez nagyjából 10 perc alatt megoldható, úgyhogy az időbeosztásunk este 6-ig, fél 6-ig minden további nélkül működhet, hát kinek hogy tetszik. Akinek olyan gondja van, hogy tölteni kell az autót, ezt is meg tudjuk oldani, hiszen már van olyan, amelyiket töltjük is, itt a pályában igen, van olyan, amelyiket már töltjük is, úgyhogy ez is rendelkezésre áll, mint lehetőség, hogy a töltőinket igényel menjen. Két minden 22 kilowatt, illetve egy Shademo 50 kilowattal, ami rendelkezésre áll. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!